Nick Longreath, az angliai Bath Egyetem evolúciós biológusa és paleontológusa nyomán próbáltam választ keresni ezekre a kérdésekre, mondhatjuk bátran ezt a jelzőt az emberi fajra, ha az ősmaradványokból indulunk ki. Minden nagyobb, melegvérű emlős kihalt, így miért képeznénk mi emberek kivételt, a melegvérű állatokat nem érintette, érinti jól bármely ökológiai zavar vagy nagyobb változás. Annó a jégkorszak, egy aszteroida becsapódása, majd az általa bekövetkező éghajlatmódosulás és a tápláléklánc megszakadása, végzetes következményt generált. A kicsi, hidegvérű állatok hónapokig kibírták és kibírják ma is étkezés nélkül, ellenben a gyors anyagcserével rendelkező állatok sok táplálékot igényelnek, melyet folyamatosan pótolniuk kell. A nagytestű, melegvérű élőlények közé sorolandó az ember is, így a sérülékenység ránk is jellemző, hiába, hogy az emberi faj hosszú generációs ciklusa alatt kevés utódot nemz, mely a faj fenntartást nehezíti, mégis populációnk széles körben elterjedt, alkalmazkodó és egyedszámunk kielégítő. Ez utóbbi három érv ad okot bizakodásra, ha fajunk hosszú fennmaradásában reménykedünk, először is a Földön mindenhol ott vagyunk, az emlősök között mi élünk a legnagyobb földrajzi területen, az összes kontinensen él ember, az esőerdőtől, a tundrán, sivatagon át a legapróbb szigetekig, így egy nagyobb katasztrófa, mely egy adott területet érintene, nem befolyásolná egy távoli földrész lakosságát. Nagy az egyedszámunk, az emberi biomassa meghaladja az összes vadon élő emlősét. A legrosszabb forgatókönyv szerint alakuló globális katasztrófa szerint is, még ha a lakosság 99%-a elpusztul, milliók maradnak életben az újraszerveződéshez. Másodszor, mindenevők vagyunk. Több ezer állat és növényfélét fogyasztunk el. Attól függően, hogy milyen élelmiszer áll a rendelkezésünkre, több növényt, több halat vagy épp több vörös húst fogyasztunk. Alkalmazkodóak vagyunk. Megtanuljuk és idomulunk egy viselkedéshez, kultúrához. Eszközöket alkalmazunk és a túléléshez a rendelkezésünkre álló tudás birtokában, lépéseket tudunk tenni. Fel tudunk készülni nem várt helyzetekre, a túlzott alkalmazkodás azonban veszélyeket is rejt magában. Létrehozhatunk egy olyan világot is, ami rosszabbra fordítja az életet, bolygónkat beszennyezzük, atomfegyvereket hozunk létre, túlnépesedünk egyes tájakon, egyre több lesz a járvány, ráadásul még az éghajlatváltozást is mi magunk generáljuk, persze mondhatjuk, ha a Homo sapiens már több mint 250 ezer éve túléli a jégkorszakot, a környezeti katasztrófákat, a járványokat, a világháborúkat, ha optimisták vagyunk, akkor még akár ennyi, vagyis további 250 ezer évig is fennmaradhat az emberiség, egy pesszimista forgatókönyv szerint viszont már az megkérdőjelezhető, hogy képesek vagyunk-e úgy élni egymás mellett, hogy a társadalmi rend és a civilizáció széles körű lerombolása nem történik meg. Innentől kezdve pedig nem az a kérdés, hogy túléli-e az emberiség a következő 3 vagy 300 ezer évet, hanem hogy tudunk-e annál többet is tenni, mint hogy csak túlélünk.